Akkor a következő előadásunkat Bence Szilvia kolléganőm fogja tartani, és a alakóról és tönkéről mesél majd nekünk részletesebben, hogy mik eddig a tapasztalataink önki szempontjából, az önki kísérletek alapján. Most látszik, ugye? Igen, látjuk, Szilvi. Jó, akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Még egy pillanat türelmet kérek szépen, amíg eltávolítom a képernyőm sarkából, hogy én is lássam a diáimat. Tehát az előadásom az tulajdonképpen két előadás egybefogva, egy dolog apropóján, ez a diversifikáció. Az első részében a már emlegetett tönke és alapor, mint hősbúzáknak a lehetőségéről beszélünk, amiben lehet a vetésforgót színesíteni. A másik részében pedig egy viszonylag új területről fogok beszélni, az ökológiai heterogén szaporítóanyagoknak az alkalmazásáról, és ezzel kapcsolatban a részvételi nemesítésről, az Ecodurum példáján keresztül. És először is egy kis kitekintés a jelenlegi állapotra, amiben vagyunk körülbelül. Azt látjuk, hogy a termesztett fajok jóval kevesebben vannak már, amit termesztünk és fogyasztunk, és jelenleg már 30 faj képezi a világ kalória és fehérjeigényének 95%-át, illetve az adja az alapot rá. Ez rendkívül nagy csökkenés, összehasonlítva a korábbi korokban akár több száz, több ezer faj fogyasztásával. Ugyanakkor, ami élelmiszert elfogyasztunk, azoknak sokkal gyengébb a minősége, gyakorlatilag kevésbé élőek az intenzív termesztési rendszereknek köszönhetően, makro-mikroelem tartalmuk alacsonyan, bioaktív komponens és vitamintartalmuk is csökkenőben van. Ugyanakkor nagyon sok esetben ismert számos krónikus betegségnek az összefüggése és a modern étrenddel. Sok kihívással szembesül a mezőgazdaság ilyen körülmények között, mivel hogy csökken a terménydiverzitás, kevesebb fajt termesztenek, de gyakorlatilag azokban is kicsi a genetikai variabilitás, tehát egy fajon belül is lecsökkent drasztikus mértékben. Emellé jön még a talajdegradáció, és akkor mindezeknek a következményeként azt is láthatjuk, hogy növekszik a növénytermesztés érzékenysége a klímaváltozásokkal, extremitásokkal szemben. Ugyanakkor semmilyen adaptáció lehetőségére nincs mód a jelenlegi körülmények között, és fokozódik a kórokozó nyomás és a szélsőségeknek és sok egyéb más tényezőnek köszönhetően. Tehát először az őszi, bocsánat, először a tönke és alakor, mint ősbuzáknak a tapasztalatairól fogok beszélni. Miért is jók ezek a fajok tulajdonképpen? Ezt az irodalomból vett adatokkal támasztom legelőször alá. Ismertek, és tulajdonképpen már a Laci Palik, Laci már beszélt ezekről a tulajdonságairól, hogy nagyon jó a gyománnyomó képesség, különösen az alakornál, ugyanakkor igénytelenek is, és nagyon extenzív körülmények között is, esetleg olyan körülmények között is, ahol már a búzát nem lehet termeszteni, ott is lehet őket termeszteni, így is maradtak fent. Betegség ellenállóságok nagyon jó. Ugyanakkor a modern búzákkal összehasonlítva a beltartalmi összetevék sokkal kedvezőbbek, magasabb gyomelem, makroelem tartalmuk van, a fehérje tartalmuk sokkal magasabb, akár 16-20%, ehhez járul, hogy szinte teljesen emészthetőek, tehát hasznosulnak is, és az eszenciális aminosav tartalmuk is kedvező, például lizin mennyiség is magasabb. Siker összetételük nagyon eltér a modern búzákétól, ezért kevésbé toxikusak, azaz kevesebb embernél váltanak ki allergiás reakciót. Keményítő és zsírsav összetételük is nagyon jó, és ha fogyasztják őket, akkor bizonyítottan orvosi vizsgálatokkal alátámasztva csökken a koleszterin, glükóz, inzulin szint, valamint a magas vérnyomás is. És ugyanakkor, mivel lassabban bontódik le a szénhidrát ezekben a élelmiszerekben, így a telítettségérzés tovább fennmarad. A magas bioaktív vegyület tartalmak közül meg kell említeni a fennol, flavonoidok, karotinoidok és fitoszterolokat, amelyek sokkal jobb összetételben vannak jelen. Ezek között a legutóbbi például rákellenes hatások, de ezen vegyületek többsége nagy antioxidáns aktivitással is rendelkezik. Ugyanakkor egyes vitaminok is gazdagabban vannak jelen, a E-vitamin, B-vitaminok ezekben a fajokban. Tehát összességében elmondhatjuk, hogy a tönke és alakor az egészséges gabonafélének számítanak, és ezért javasolják őket fogyasztani allergiában, kolitiszben, magas vérnyomásban, magas koleszterin szintben és cukorbetegségben szenvedőknek is.
Ugyanakkor, bár jelenleg a kereslet egyre inkább nő az ilyen termékek iránt, de sajnos nem nagyon elérhetőek a boltok polcain. Értékesítésük nehézkes, erre egy megoldás lenne a termék pályán fejlesztése. Erre már ugye tettünk is lépéseket, és fórumokon össze is jöttek a ágazati szereplők, és ugyanakkor a honlapunkon is vannak információk, ahogy már szó volt a hántolásról, ami szintén probléma, ennél a két fajnál, mivel fejvások, tehát ezeket az információkat is már feltettük a honlapra, és ott lehet találni ehhez is segítséget. Hátrányok között kell azt is megemlíteni, hogy az intenzív körülmények között kevésbé versenyképesek, nem tudnak olyan hozamot produkálni, mint a modern búzák. Mivel nagyon magas a száruk és sűrű az állományképzésük, ezért ilyen körülmények között meg nagyon könnyen megdőlnek, hogy már volt róla szó az előadás során korábban is. A vacinál például tavaly is megdőltek, tehát magasabb tápanyag ellátottságnál ez előfordul. Ez az ábra, ezt nem mondom el részletesen, a további előbbieket fejti ki pontosabban, illetve aki akarja, majd ha letölti az előadást, akkor a részleteket is meg tudja nézni, illetve utána is tud olvasni. És nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy a fajták között azért vannak eltérések, ugyanakkor a környezet hatására is ezekben a paraméterekben, tehát ezt azért fenntartásokkal kell kezelni természetesen, illetve vizsgálni kell esetileg is. A kísérleteink során vizsgáltunk zömében tájfajtákat, de fajtákat is, és a fajták például a standardek voltak a magyarországi viszonyok között, például a Martonvásárhol az MV Hegyes és az MV Alkor, illetve még egy fajtát is, ami fajta volt, és a tájfajtáink zöme a ProSpace Sierra-ra a Svájci Génbankból származott, ezek a GT jelzéssel szerepelnek. És volt még két fajta jelölt akkor, amikor megkaptuk őket utólag, az egyik megkapta a minősítést, Tiffy és a holland tavaszi tönke, amelyek a Louis Bolk Institute Hollandiából származtak. A kisparcellás vizsgálatokat Nyíregyházán folytattuk le. 2016 és 2018 között vizsgáltuk a hozamot, a stabilitást és a termésminőséget. És itt az első ábra mindjárt a termés stabilitásra is felhívnom a figyelmet. Ezek a szórások mutatják körülbelül a hozamok ingadozását a különböző eltérő években. Tehát nagyon eltérő voltak a tenyész időszakok, és azt, amint látjuk itt, az alakor esetében nagyobbak voltak az ingadozások, mint mondjuk a tönkénél. Tehát de ez mondjuk részben köszönhető lehetett annak is, hogy az első évben volt csak igazából a lúgos kémhatású a talaj, enyhén lúgos, míg a többi évben meg savanyú területre került a kísérlet, úgyhogy lehet, hogy ezzel is van összefüggés, ezt meg majd további során vizsgálni kívánjuk, hogy az alakort ez befolyásolja-e. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogyha végignézzük az adatokat, hogy a három év átlagában azért a fajtáknak a zöme és a tájfajták különösen a 3 tonna körüli szintet nagyon jól produkáltak az őszi genotípusok esetében. Volt olyan is, hogy némely fajta, például a GP143 tájfajta és a 381, illetve alakornál a 21-39-es még megelőzték a ilyen körülmények között, ilyen extenzívebb körülmények között a regisztrált fajtákat is. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy mondjuk egy intenzív nemesítési célra, egy alacsonyabb szára nemesített fajta, például az MV Menket, itt látható, az nem tolerált ezeket a körülményeket, és meg néhány tájfajta is volt, ami kevésbé, de különösen a tavaszi tönkék voltak elszenvedői ezeknek a körülményeknek, mert néha még a homokviharokkal is meg kellett küzdeniük, tehát igazából ilyen körülmények között nem bizonyultak alkalmazhatónak. Az utolsó évben csináltunk minőségvizsgálatot. Ebből is látszik, hogy a fehérje tartalom a 15-20%-ot mind a tönkék, mind az alakor esetében elérték, tehát magas volt a minőségük. Ugyanakkor a bioaktív anyagok tekintetében is a fenolokat veszük alapul, itt a irodalmi határértékeknek a felső szintjén voltak az értékek, és a flavonoidok esetében azt láthatjuk, hogy az alakornál a kötött flavonoidok és a teljes flavonoidok mennyisége is nagyon magas volt, a tönkékhez képest is jóval magasabb. Antioxidáns aktivitások is 2,5-szer magasabb volt, mint a tönkéknek. És a lipidben is, tehát a zsírsavakban is bizonyos növekedés volt tapasztalható.
2019-től anfang körülmények között is tudtuk vizsgálni már ezeket a fajtákat, és nagy parcellás kísérletben is, ami ugye a fajta felszaporítását jelentette Martonvásáron. Zselészt hozom mindjárt példának, Laci beszélt róla ma is gyakorlatilag, a tavalyi eredményeket is egy kérdés is volt ezzel kapcsolatban, hogy milyenek a hozamok. Itt látható, hogy itt a jó körülmények között azért a fajtáknak elég nagy része a 3 tonna környékét is meg fölé is tudott menni, ezért elérte. És itt mondjuk egy hajszálnyival tulajdonképpen nem szignifikáns a különbség a tájfajták is a standard között, de valamivel egy kicsit úgy tűnik, hogy megelőzte már ilyen körülmények között a tájfajtákat. De mondjuk a növi kalakor esetében azért itt még elég jók az eredmények szintén. Ugyanakkor voltak még más helyekre is kihelyező fajták, általában egy gazdálkodóhoz egy vagy két fajta, adnak függvényében, hogy meg tudták-e oldani tisztán a betakarítást. Nagy kártát emelnem ki abból a szempontból, hogy ez egy rendes nagy farmos kísérlet volt, de egy nagyon extenzív körülmények között. És a tavalyi év az különösen szárazon indult, ha aki emlékszik rá, hogy a csirázás meg a kelés az komoly gondokat jelentett. Így Nagykátán 2,5 tonnát sikerült elérni ebből a fajtából, és a bugacoló is volt szó, tegnap Laci bácsi beszélt a területéről. Itt egészen januárig pihentek el a talajban a magok, akkora volt a szárazság, és a sonkorról levetéssel is hát 1 tonna alattiak voltak az eredmények, de tulajdonképpen ilyen körülmények között az egészen jónak mondható. És a pásztor is egy nagyon-nagyon gyenge terület, nagyon több tényező szempontjából, és itt is alacsonyabb hozam volt ennél a fajtánál. Most egy kis konvencionális és tehát öko összehasonlítás egy másik kérdésnek megfelelően is, ami le volt írva. A Martonvásár területtel összevetjük az adatokat. Itt ugye ez egy konvencionális terület, de nem volt vegyszerezve, viszont alapműtrágyát kapott össze. Itt azt tapasztaljuk, hogy a fajták már eléggé előnyben vannak, például a hegyes is, vagy a martonvásári fajták, tehát elég magas eredményeket tudok átalakulni, például 4-5-6 tonnát is eléri. Igaz, hogy a tájfajta is itt azért szépen tudott fejlődni, és jó hozamot biztosított. Ugyanakkor egy érdekesség, hogy a növi tönkel mindig a nyíregyházi kísérletben is inkább alul kullogott, és a tulajdonképpen zselizben is alacsonyabb hozamot produkált ezen körülmények között, ami tulajdonképpen egy dupla tőszámot is jelentett a vetésnél, a zselizivel összehasonlítva 4 tonna fölött termett, ami egy érdekes dolog, mert majd ennél fogjuk látni a minőségét is ennek a fajtának, ennek stabilan nagyon magas fehérje tartalma van, és még a siker összetétele is nagyon jó. Úgyhogy úgy látszik, a hozamot egy magasabb tápanyag szinttel képes, illetve magasabb tőszámmal képes elérni. És más fajtáknál az meg kell említeni, hogy ez egy kicsit alulbecslés, mivel nagy volt a betakarítási veszteség, tehát azért ez is egy adat, tehát itt alacsonyabbak voltak a hozamok a tájfajták esetében, de valószínűleg ennél azért magasabbak, mint amit itt látom. Egy nagy érdekessége volt ennek az évnek számomra, és tanulságos is volt, az előbb emlegetett tavaszi tönkék őszivetésben 4 és 5-5,5 tonna között tudtak teremni, ami számomra nagyon érdekes. Igaz, hogy ez a 2 év is, idén is őszibe lettek elvetve, mert tavaly, tehát a tél az nagyon enyhe volt, úgyhogy nem tudjuk igazából, hogy egy hidegebb télnél ez hogyan fogja tolerálni a viszonyokat. De mivel azt is tudjuk, hogy ezeknek a fajoknak és búzafajoknak egy része kimondottan járó típusú, tehát ősszel és tavasszal is vethetőek, ezért még az is lehetséges, hogy ez a fajta is tolerálja ezeket a körülményeket. És tovább lépve, ha már emlegettem a minőséget, a tavalyi évben is vizsgáltuk a fehérjetartalmat, hasonlóan a nyíregyházi adatokhoz itt is 15 és 20 között volt mindegyik esetén. Annyit azért meg lehet említeni, egy kicsit mérsékeltebb volt most az alapkornak a minősége, így is magas nagyon, de ugye itt nagyon magas hozamok voltak, ahogy az előbb említettem. Úgyhogy ahhoz képest ez is szép eredmény, és hozzátettem már egy kontrollként alkalmazott, adott ugyanazon a termőhelyen learatott búza fajtát, ami ugyan egy keksz búza, tehát alacsonyabb a fehérje sikertartalma is, de körülbelül azért mutatja a viszonyokat, amivel összehasonlíthatjuk ezeket a fajtákat.
tehát magasabb jóval a fehérje tartalmuk. És ha már a fehérjéről beszélünk, az csak egy dolog, de igazából ami igazán érdekel bennünket, az a sikertartalom. Megint a káplárhoz, illetve most tulajdonképpen mindegy, hogy a kápláról van a szó, de igazából a modern búzáknak ez egy sajátsága, hogy van egy 30 körüli sikertartalmuk, viszont a gluténindex, ami azt mutatja, hogy mennyire szerkezett tartó a tésztájuk, tehát a nagy molekulasúlyú gluténének mennyiségével van arányban. Tehát gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy ez a kenyér, hogyha az készül belőle, illetve a tészta mennyire tartja a formáját, mennyire képes stabil maradni. Tehát látható, hogy ugye ez a nemesítés irányoknak megfelelően rendkívül magas a gluténindexe, ugyanakkor azt is látjuk, hogy jelen esetben a sikertartalom 40-50 között volt, ami nagyon magasnak számít. Én irodalomban például azt is találtam, hogy alacsonyabb a sikertartalom, viszont itt jelen esetben nagyon nagy volt a vízfelvétele a lisztnek. És másik érdekesség, hogy látjuk, hogy a gluténindexek eléggé eltérnek. Tehát gyakorlatilag, ugye nőlik tönkét emlegettem már az előbb, ennél a magas hozamnál is, a 4 tonnál is, látjuk, hogy nagyon magas a sikertartalma, 20 körül volt egyébként a fehérje tartalma is, és nagyon magas a gluténindexe a lehetőségekhez képest. Tehát gyakorlatilag valószínűsíthető, és ezt jövőre vizsgálni is szeretnénk, ezek közül, a tájfajták közül ez leginkább alkalmas lett például a kenyérsütésre. De vannak olyanok is, amelyeknek ugye nagyon kicsi a gluténindexe, vagy közepes, ezeket vizsgálni fogjuk, hogy melyek alkalmasak ezek közül például tészta készítésére. Tehát a végcélnak megfelelően további vizsgálatok alapján próbáljuk majd őket osztályokba sorolni, és egyrészt a termesztési tapasztalatok alapján azt is úgy kitalálni, hogy milyen körülmények közé ajánlhatók. Például az is megérne, hogy misért, hogy milyen tőszámmal érdemes őket vetni. Most nem tértem ki minden részletet, de visszamegyek például az 1402-esre, a zselízi kísérletben, ami eddig nagyon alacsony hozamokat produkált, de ennél az alacsony tőszámmal és magasabb tápanyagszintnél szintén magas hozamot produkált. A nyíregyházi kísérletben meg ott mindig a végén kullogott. Tehát igazából ez is egy érdekes dolog lehet, ezek az összefüggések, hogy ez hogyan alakulnak fajtánként, de hamarosan már többet fogunk erről is tudni. Az alakoroknál ezt inkább csak tájékoztatóként hagytam benne, mivel sajnos a szabványok egyáltalán nincsenek kidolgozva a vizsgálatokra. Nyilván a kenyeret készítenek belőle, akkor ez adja magát, de hogyha a sikert kell kinyerni egy ilyen lisztes, vizes, sós vizes bázisból, akkor ez egészen más történet. És hát egy idejében ez még kísérlet volt, és jövőre, mert mivel ez egy puha szemű búza, és kicsi is, és nagyon magas a héj aránya a bel részéhez képest, és tulajdonképpen itt a metodika nagyon fontos lesz, hogy hogyan lesz elvégezve a liszt előállítása, úgyhogy ebben még előre lépéseket kell tennünk. De tulajdonképpen a tönkéhennek azt mondanám, hogy ez a körülbelül a búzánál alkalmazott szabvány szerint előkészítés az megfelelő. A sikerterülés, ez tulajdonképpen a gluténindexnek az ellentéte, ez azt mutatja meg, hogy amikor kivonjuk, tehát ott marad az oltatatlan frakció, azon a nedves sikér, és abból formázunk a szabvány szerinti 5 g-os golyót, és letesszük, és megvizsgáljuk, hogy egy óra múlva mennyire terül el. Itt a képen látszik, ezek a lakorok például, ezek igencsak kiterülnek, ezért sem lehet forma nélkül például kenyeret csinálni belőlük. De ha megnézzük a bőszi búzát, hát gyakorlatilag ez a jellemző az ilyen 100% körüli gluténindexnek, hogy gyakorlatilag semmit nem terül, minimálisat terül. Azt mondanám, hogy a tönk esetében, ahol 10 körül vagy alatta van, az nagyon-nagyon jó. És ez a durum búzáknál is egy hasonló érték körülbelül, ami szokott lenni. Tehát már kenyérsütés szempontjából ezek formatartókból tésztát képeznek. Betegség ellenállóság volt szó róla, ma is egy kicsit emlegettük, idén ugye nincsen betegség, és tavaly se figyeltünk meg Zselízben, Bugacon és Nagykántán se ökológiai körülmények között. Egyetlen egy terület volt, füzes gyalmat szekhalomi tó melletti terület, ahol nagyon nagy lehetett a páratartalom, mivel ott egy tó volt mellette, és nagyon kedvező volt a megbetegedések szempontjából a betegségeknek. Itt ugye nyáron, amikor végeztük a felvételezést, akkor már volt rajta szárosdor,
egy kicsi, hát nem olyan kicsi, de végül is kisebb mennyiségben, és a kalászfúzáron fertőzés már megfigyelhető volt a kalászokon. Ez részben annak is volt köszönhető, hogy egy része megdőlt. Amikor a földre kerülnek a kalászok, akkor igazából már nagyon kitettek ennek a betegségnek, akkor is egyébként nagyon rezisztensek. Egyébként a korábbi évek során a nyíregyházi kísérletekben is nagyon jók voltak a betegség ellenállóság értékek, és nagyon ellenállóak voltak ezek a fajok, és azon belül is. Például az alakor fajták közül 5-ből 4, ez teljesen rezisztens volt valamennyi levélgomba betegségre mind a 3 évben. És hogyha megnézzük a fúzárom adatokat, akkor a búzákkal összevetve, amiket itt találunk, azt látjuk, meg itt a végén is, hogy gyakorlatilag a 3 tönkefajta, ami ezen a területen el volt vetve, a legrezisztensebb értékeken van, illetve megfelel a tönköinek, a flankenkornak. És martonvását azért hoztam fel példának, mert hát vagy a műtrágyának köszönhetően, de itt valóban találtunk kalászfertőzés tüneteket már ugyanebben az időszakban, és itt is elég eltérőek voltak a fertőzések. A kalászoknak a gyakoriság az azt jelenti, hogy a kalászok közül hány százalék fertőzött, itt például a menket az eléggé kitett a képen is látszik, hogy nagyon fogékony ebből a szempontból a fúzáriumra, és az összes kalászom szinte volt fertőzés, és ez azon belül meg közel 40%-uk volt borított. Ugyanakkor a többi fajtánál, még akkor is, hogyha mondjuk egy magasabb értéket láttunk, hogy a kalászok nagyobb része volt érintett, de azt látjuk, hogy csak minimális volt a fertőzöttsége, nem terjedt tovább a kalászon belül. Ugye a fúzáriummal szemben több rezisztencia típust tudunk megemlíteni, az előbbi az a bejutásos rezisztencia, az egyes típusú, ami azt gátolja meg, hogy bejusson, az látszik, hogy a menketnél nincsen meg. Viszont ha a tavaszi tönkéket nézzük, ott azt látjuk, hogy nem jutnak be, ott valószínűleg az egyes típusú rezisztencia nagyon erős, viszont a kettes, ami azt jelenti, hogy a továbbterjedése a kalászon belül, az viszont azt látjuk, hogy arra viszont nincs védettsége. És látszik, hogy az anyagok azért kicsit szórnak többféle szempontból, de az az érdekes, hogy a szemfertőzés, ami már ugye a learatott és hántolt magokból lett meghatározva, ott kisebb mértékű. Tehát ez a részben annak is köszönhető, hogy a hántolás során is azért eltávozhattak egy része a fertőzött magoknak. Például mondjuk a menket esetében, mert most sajnos a lehetőségeink korlátozottak, és mi cséplőgéppel hántaltuk. De egy másik lehetőség is van, amire szintén voltak adatok. Korábbiak, Misiék vizsgálták, kollégám Földi Mihály korábban, hogy a pejvában van inkább a toxin, ez meg ugye a 3-as típusú rezisztencia, hogy a szemekben nem jelenik meg. Tehát ez egy érdekes kérdés, amit a továbbiak során még fogunk mindenképpen vizsgálni, és megnézzük. Most viszont be is fogom mutatni a toxin értékeket, amiket már a hántolt szemnek a teljes véleményéből határoztuk meg. Hát látszik, hogy nincsen semmi gyakorlatilag, a martonvásár mintákban sem. Ugyanakkor a füzes gyalmatiban ugye tönkéne tudni kell, hogy azok nagy szeműek, tehát ott azért nem sok veszteség volt a hántolás során, de itt is messze a határértéket itt látjuk, messze a határérték alatt voltak, szinte minimális többfajta esetében, annak ellenére, hogy súlyosabb tünetek voltak szemmel láthatóan. Ugyanakkor mégsem volt benne annyi, ami a fogyasztás szempontjából káros lett volna az egészségre. És akkor ezek után most rátérnek a durumbuza kísérletünkre, egy pályázatommal, ugye ez a szalasz pályázat, és a részvételi nemesítése. Ezt a képet én is kölcsön vettem, hogy bemutassam a genetikai változatosságnak a drasztikus csökkenését. Ugye megnézve a háziasítás során a veszteséget, utána a csupasz szemű búzák kialakulásával és a modern nemesítéssel, látjuk, hogy innen eljutottunk ide. De szükség van a genetikai változatosságra. Ugye a hagyományos nemesítés az homogén állományokat állít elő, és fontos is, mert ugye a dúsvizsgálat szempontjából ez létfontosságú, hogy fajtát nem lehet elismertetni, anélkül, hogy ne felelne meg az ilyen paramétereknek is. Ez azt eredményezi, hogy könnyen kezelhető, hogy egyszerre érik, egyforma minősége, stb. Viszont az ideális körülmények nélkül a terméspotenciál nagyon-nagyon nem közelítik meg, sőt, azt tapasztaljuk inkább, hogy rendkívüli nagy hozamingadozásokat találunk ezeknél a modern fajtáknál, hogyha kedvezőtlen az évjárat, vagy olyan területre kerülnek, nem tudnak alkalmazkodni.
és a klímához sem tudnak, nem tudnak változni, nem tudnak a betegségekhez sem semmilyen módon alkalmazkodni, a fajtákat lehet lecserélni, ennyi a lehetőség. Tehát ebből a szempontból az alkalmazkodó képesség és termelés stabilitás ez felértékelődik. És 2021-től lehetővé válik, hogy a gazdák az ökológiai heterogén szaporítóanyagokat, amelyekről majd hamarosan fogok még beszélni, bővebben is felhasználják és értékesítsék a vetőmagját. Ezek homlokegyenest különböznek a modern fajtáktól, ugye ezek a szaporítóanyagok. Mivel hasadnak, populációszerűek, és ökológiai gazdálkodásban engedélyezettek lesznek. Mi már tesztelhetjük, mert Magyarország is csatlakozott hozzá, tehát annak keretében vizsgáljuk ezeket az EPO populációt. De mindjárt beszéljünk is arról, hogy ezek miért mások, miben mások, és mire jók esetleg. Az látható rögtön, hogyha egy szembe találkozunk egy ilyen állománya, hogy rendkívül különböző megjelenésük. Tehát vannak alacsonyak, magasabbak, mélyebben gyökerezők, vagy olyan, amelyek inkább a biomasszáját fejleszti, de kevésbé a talaj alatti biomasszáját. És ebből következően azt lehet tapasztalni, és várható is, hogy eltérő évjáratokban kiegyenítettebb hozamot fognak adni, mivel más-más típusokat részesítik előnybe az évjáratok, vagy a termőhelyek, de mindig vannak nyertesei a történetnek. Tehát várhatjuk is, és sok tapasztalat van ezzel kapcsolatban, arra vonatkozom, hogy nagyobb lesz a termésbiztonság, kiegyenítettebbek a hozamok. Jobb a tápanyaghasznosulás is, természetesen, mert hogyha mondjuk valamelyik fajtának mélyebbre lemegy gyökere, vagy csekélyebben, tehát ez másképp tudja hasznosítani a tápanyagot, tehát nagyobb elméletileg is, meg a gyakorlatban is nagyobb mennyiséget tud a talajból felvenni. Betegség szempontjából is nagyon előnyösek tudnak lenni az ilyen anyagok, mivel hogy a szülők különböznek, különböző rezisztencia forrásokat tartalmaznak, tehát egy kórokozó esetén nincs az, mint a... Hát most egy olyan példát hoznék, amit mindenki ismer a Matrixból, a Smith ügynök. Egy hasonló uniform állományban egy kórokozó pillanatok alatt végigtarol. De gyakorlatilag katasztrofális eredményet ért, mint maga után. Egy ilyen állományban viszont lefékeződik a továbbterjedés, mivel olyan növényekkel találkozik a kórokozó, amelyek nem fogékonyak, tehát így nagyon-nagyon nehezen tud, csak küzdelmes úton tud továbbterjedni. És ha több patotípussal szemben is a mennyiségi rezisztencia jellegek jelen vannak, és általában ilyenkor jobban érvényesülnek, tehát ez azt jelenti, hogy nem nagy gének hatása érvényesül, hanem a mennyiségi hatás, tehát lefékeződik, megkapja ugyan a fertőzést, de nagyon enyhe tünetekkel, és lassan fog tovább terjedni rajta, tehát ez azt jelenti, hogy szélesebb körével a patotípusoknak szemben rezisztens az állomány. Tehát ezek mind nagyon-nagyon előnyös tulajdonságok, és tehát, hogyha heterogén populációkat használunk, akkor felvetődik egy másik dolog, a nemesítési része, mert ezek egy alapanyag gyakorlatilag, amelyek hasonlnak, változnak, alkalmazkodnak a helyhez. Ha hagyjuk, hogy a területen magától alakuljon ki, akkor tulajdonképpen az evolúciós nemesítésről beszélünk. Itt a helyi körülményekhez, kiszelektálódással egy lassabb folyamat útján alakul ki, az ahhoz a helyhez, klimatikus feltételekhez, gazdaságnak a sajátságaihoz alkalmazkodott növényállomány. Ha beleszólunk ebbe, illetve a gazda részt vesz ebben a folyamatban, igényei szerint, ő irányítja, akkor részvételi nemesítésről van szó. Szóval természetesen ebben az esetben is az evolúció ugyanúgy, tehát a helyhez való alkalmazkodás, a természetes szelekció működik, csak felgyorsul a folyamat. Búza példát hoztam, egy tavalyi ökofajtági poszterről vett mintával, ugye németül van, de szerintem nagyon jól látható, az, hogy ezeket az anyagokat hogyan állítják elő. Különböző színekkel látjuk a különböző növényfajokat, hogyha ezek ugye nem idegenbeporzásúak, mint például a búza esetében, hanem önbeporzók, akkor mesterségesen kell kereszteznünk őket. Jelen esetben minden szülőt minden szülővel keresztezünk, természetesen a saját magával nem, mert annak nincsen értelme. Gyakorlatban például egy 9 fajtás kereszteződésnél ez így néz ki. Másik módja a keresztezésnek kicsit hosszadalmasabb a piramidálás, amikor 2-2-t összekeresztezünk, és utána a következő generációban ezeket a keresztezetteket keresztezünk egymással. És aztán megfelelően hosszú generációs idő után elég sok fajtát tudunk keresztezni. Nyilván sokkal lassabb módja, mint amikor összekeresztezünk ennyi fajtát egyszerre, és közösen kezeljük a magokat.
Valamennyi keresztezésnek ugyan a további útja az már hasonló. Az első néhány évben a természetes szelekció, illetve maga a hasadás, tehát maga a természetes változása érvényesül ezeknek a populációknak, és idővel, főleg a negyedik generációtól kezdve van értelme a mesterséges szelekciónak, amikor már stabilabbakká válnak az anyagok valamivel jobban. Utána már különböző helyeken, hogyha különböző helyekre kerülnek ugyanazok a magok, akkor már különböző állományok fognak kialakulni benne, tehát genetikailag meg fognak változni. Ilyen búza példa, mert nyilván a búza az szélesebb körben érint mindenkit, meg jobban is érdekel, mint a durumbúza. Nagyobb, jóval nagyobb ugye a vetésterülete is. Itt már szelektált vonalakat látunk, tehát ezek már homogénebb megjelenésűek. Tehát ezekből az anyagokból ki lehet választani, akár kalásztípusnak megfelelően is, utána tovább vizsgálni és szelektálni, és megtartani a megfelelő minőségi tulajdonságú állományokat, szubpopulációkat. Itt is látható egy ilyen állomány közelről, elég eltörő, annak ellenére, hogy egyik sem szálkás, de színre, formára azért hasadnak, különbözőek. És itt a Brandex populáció van, amit van szerencsénk, szerencsére idén már anfarmos körülmények között füzesgyarmaton tesztelni, és reményeink szerint a jövőre már nagyobb körben is ki tudjuk adni a gazdáknak. Ez ugye a Dottenfelderhof ökológiai nemesítési intézettől származik Németországból. Nagyon kíváncsiak vagyunk, legalábbis, hogy idén ezt milyen hozamokkal és milyen tapasztalatokkal tudjuk majd zárni ezt a hozam időszakot. A kicsit az apodúrumra rátérve, ez kicsit bonyolultabb szituáció. Itt is volt egy eredeti sokszülős keresztezés, de ez már egy nagyon régi anyag. Igazából már azt sem nagyon tudják, hogy mennyi minden volt belekeresztező, mert az évek alatt évtizedekről van szó igazából. Még vadfajtákkal is keresztezték. Ez egy nagyon jó alap, mert nagyon sok gén benne van, ami bele lehet vitte a rezisztencia gének is. És az elmúlt egy évtizedben a heterogenitását úgy tartották fenn, hogy az állományból kihasadó hímsteril kalászok megjelölésével, ugye ezek mind külső megtermékenyítésűek, tehát az állományból borozzák őket be, és a hímnős egyedeknek a vetőmagba keverésével, megfelelő arányú vetőmagba keverésével, és emellé még a klasszikus nemesítési fejlett törzsek 10%-os bejutatásával volt a következő évre előállítva a vetőmag. Tehát ez lett visszavetett, tehát így minden évben ezt az egyensúlyt fenntartva egy további hasadó populációt sikerült fenntartani, és ez az epodúrum, ami ugye a környezetében fog változni, ahova oda kerül. Magyarországi történet akkor kezdődött, amikor 17-ben megkaptuk a vetőmagokat, amit aztán Martonvásáron felszaporítás céljából elvetettek. Novemberben már ősszel egy részét, és tavasszal a másik részét. Következő évben folytatódott a továbbvetésük ugyanolyan körülmények között, és utána már sikerült úgy felszaporítani őket, hogy az idei évben már kizomborra, őszi vetésbe, illetve bogacon az őszi és a tavaszi is elvetésre került. A maradék vetőmagból, ami volt még, Nyíregyházára a tavalyi tenyész időszakban kerültek a magok, és azt tovább is vetettük. Erről még fogok bővebben beszélni, mert ez egy nagyon sajátságos szituáció volt. De mivel 18-19-ben nem volt még magunk, hogy kiadjuk a gazdáknak, de a projektben már szerepelt, mint feladat, ezért ugyanakkor időszakban az olaszoknak ugyanabból a vetőmagból egy évig felszaporítás alatt álló durumbúzájából kaptunk egy adagot, amelyet aztán Magyarországon füzesgyarmaton összivetésben a körülmények között vetettünk el, és ez tovább letöltve idén is. Ugyanakkor volt annyi maga, amiből jutott utána az anfam partnereknek is, Zselészből Vágfarkasra és Budapestre is. Most, hogy evolúciós vagy részvételi nemesítés, visszakanyarodok ehhez a részéhez a dolognak. Nagyon fontos a természetes folyamatok szerepe. Például ez az extrém példa, ez a Nyíregyháza volt az elmúlt múltkori tavalyi tenyész időszakban. Itt egy nagyon laza szerkezetű, többnyire savanyú homoktalaj volt, a gyenge víztartó képessége, rendkívül erős gyomosodás volt, annak ellenére, hogy aztán ki lett kapálva, de úgy jártunk, hogy az 1,7 kg vetőmagból 30 dek a termés lett. Majd mutatom a képeket, hogy ez az állomány hogy néz ki idén. Tehát egy nagyon drasztikus, hat fújjon a férgeső típusú változáson ment keresztül az egész populáció. Bugacon hasonló történet zajlódott le sajnos az idei évben. Itt
Nagyon nagy volt a szárazság, ugye Laci bácsi elmondása szerint, mióta ő él, ilyet nem látott. Tehát lehet, hogy az évszázad legszárazabb éve volt. Hát itt egy kép van róla, de ezt is meg fogom részletezni később, hogy hogy néz ki ez az állomány. Tehát ugyanitt rendkívül drasztikus változásokon fog keresztül menni ez a populáció. Emellett a természetes szelekció is működött, ami az összes területen, mint Martonvásáron, Nyíregyházán és Füzesgyarmaton is tapasztalható volt, ez a tavalyi fuzárium járvány volt. Eltérő fogékonyságot lehetett látni a kalászokon, tehát itt már különböző, tehát a magok egy része már eleve azok a tövek képeztek magot, amelyek rezisztensebbek voltak, és ugyanakkor az aratáskor is ugye kombány kifújásában a fertőzött szemek nagy része eltávozott, tehát itt már a következő generációban egy megváltozott génkészletet lehet tapasztalni, nagy valószínűség szerint. Természetes folyamatok mellett, ugye a részvételi nemesítés, ami a projektnek egy fontos feladata, de 2019-ig ez igazából nem volt opció, mivel felszaporításról volt szó, és tömegben volt felszaporítva, itt csak a helyhez alkalmazkodtak, amennyire alkalmazkodtak. Martonvásáron szerencsére annyira szélsőséges körülmények nem voltak, tehát nem változott azért meg a populáció fenntartás során annyira, hogy ne lehetne máshova kihelyezni őket. Viszont az őszi és az tavaszi szúpopulációk tovább is fenn voltak tartva, tehát ez már egyfajta alkalmazkodást szintén mutat. És a kalász típusok szerint végeztünk egy-egy szelekciót, tehát különböző típusok szerint arattuk le, és ezeket utolcsorokban külön-külön típusonként elvetettük. Ezek nyilván hasadó anyagok, de ezeket ugyanúgy tovább fogjuk szaporítani, és tovább szelektáljuk és vizsgáljuk majd, amikor nagyobb mennyiségben lesznek a minőségre például. Idén fogunk egy tömegszelekciót a partner intézmények kérése alapján alkalmazni, ugyanis kimutattak egy olyan összefüggést, hogy a magas állományú növényeknek több a szem termése, tehát nagyobb a mag számuk, és ezért az várható, hogy az állományban egyre jobban eltolódik a magasabb felé, de mivel ez az állomány már eleve 120 centi fölött van, nem előnyös, hogy magasak legyenek, ezért egy kísérleti jelleggel két termőhelyen, ahol megfelelő magasságok és jól hasad erre a tulajdonságra az állomány, itt külön aratjuk le a terület felén, először a nagyon magasokat aratjuk le, utána egybe az alacsonyabbakat, és a terület másik felén, meg egybe az egész kísérletet, alacsonyabb magasokat együtt. Jövőre ezek el lesznek vetve, tehát a szelektált alacsonyabbak is külön, és a szelektálatlan, ami egybe learatott növények, azok is. És ezek aztán vizsgálva lesznek genetikailag is. Itt oldalt egyébként látszik már a szelektált csalók évközben. És a, igen, vannak más módszerek is természetesen, amit külföldön alkalmaznak, például, hogy ilyen szerkezettel vágják le magasabb kalászokat, de jelen esetben mi így intéztük el, vagy így fogjuk elintézni a gazdákkal megbeszélve. De a részvételi nemesítésnél nagyon fontos azt tisztázni először is, hogy mi az, amit a termelő szeretne. És ennek megfelelően kell végezni egy szelekciós munkát, és felszaporítani az anyagokat, utána megtesztelni megfelelő céloknak, és esetleg módosítani ezen belül a lehetőségeket, illetve a módszer. Tehát ez egy közös munka. Így hát a következő lépések ennek megfelelően így alakulnak, hogy az őszi és a tavaszi állományokat ugyanígy fogjuk fenntartani, tehát a szúpopulációk tovább fognak fejlődni ilyen módon, és mivel a természetes szelekció ez egy lassú folyamat, kívül mondjuk a fuzárium esetén, a hatékonyságot úgy tudjuk növelni, hogy tömeg vagy egy-egy szelekcióval gyorsítjuk. Például a kedvezőtlen típusokat eltávolítjuk, erre volt egy példa, hogy már említettem, magas egyedek eltávolítása, vagy a kívánatos jellegek pozitív szelekciója, amikor mondjuk egy állományban a megfelelő magasságból a megfelelő típusú kalászokat összegyűjtjük, kicsépeljük, majd elvetjük. Tehát akkor meg kialakítunk egy szúpopulációt, amit az amfarmos körülmények között meg tudunk tenni. Gyakorlatilag reményünk szerint a gazdák szándéka szerinti nemesítési lépésekből eredményként el tudjuk majd nem sokára lehet mondani, hogy az új termőhelyhez alkalmazkodott heterogén anyagok fognak létrejönni, amit a gazda sikerrel tud termeszteni. Néhány eredmény. Ne haragudj, hogy beleszólok, csak lassan szerintem így zárjuk le, jó? Mert igen, a vége felett jó, köszi szépen. Gyakorlatilag akkor igyekszem még gyorsítani rajta. Tehát mivel ez egy alapanyag még a hozamban igen elmarad,
a Martamásari durum kompozittól is például, ami ugye helyileg már alkalmazkodott meg magyar viszonyokhoz. Ez a második éves magyarországi Martamásari eredmény, de majd kíváncsian várjuk az idei anfarmus eredményeket is. A fehérje tartalma a tavasziaknak természetesen magasabb volt a hozama, és a sárga pigment értékek is jók voltak, magasak voltak, ami ugye a tésztán egy előny tud lenni, és ugyanúgy, ahogyan a kenyérbúzánál, itt a durumnál is azt látjuk, hogy a nemesített fajtáknál ugye szintén a gluténindex magasabb. Jelen esetben is, bár alacsonyabbak ezek az értékek, de gyakorlatban a magas sikér, a nedves sikér egy nagyon jó textúrájú tésztát adott, tehát érdemes majd vizsgálni továbbra is a minőséget. És néhány kép, itt is látszik már a különbözősége a kalászoknak. Martonvásári populáció magasabb jóval, mint ez a durum. A kompozit populációja Martonvásárról lett előtt a hasonlóan többszülős keresztezésben. Bogac, itt látszik Misi kollégám, mint viszonyítási alap, hogy mennyi ezen a homokon idén mekkora ez az állomány. Itt közelebbről is látszik, hogy egy kalászok vannak, azok is kicsik. Füzes gyarmaton viszont szintén Misi viszonyítás alapon látszik, hogy egy nagyon magas, nagyon szép egyenletes állomány van. Nyíregyházán ezek a túlélők, ez már egy nagyon szép, a 30 deka elvetve, idén már egy nagyon szép állományt eredményezett, kalászra és kifogástalanok, az egész állomány szép. Tehát kíváncsian várom ezután, hogy milyen hozamot is fognak hozni, és milyen lesz a minőségük. Kiszombor. Ez egy konvencionális terület, a gazda konvencionálisan termeszti, itt látszik a durum, ez a sötétebb színnel, ez is egy nagyon szép állomány. És ezzel szeretném megköszönni a figyelmet és elnézést, hogy túléptem, de ezt már tudtam előre, hogy hosszabb lesz, mivel hogy két témát kell érinteni, és várom a kérdéseket.